Lovaglás, vívás, lövészet, úszás és terepfutás. Ez az öt tusa, amelyet sokan modern pentatlonnak is neveznek. Összetett nehéz sport, amelyben a magyarok kiváló képességekkel rendelkeznek. Ez egy speciális sportág, amely komoly felkészültséget igényel. Akad olyan, aki jól úszik és fut, de mondjuk vívásban gyengébb. A lovaglás máig lutri számnak számít, hiszen nem mindegy, hogy milyen négylábú hátán kell teljesíteni a pályát. A lehető legjobb teljesítmény nyújtó állat mellett a megfelelő stratégia kiválasztása is sokat számít. A magyar öttusázók általában jól szerepelnek, hiszen elég csak a világbajnok Földházi Zsófia kiemelkedő eredményeire gondolnunk. Zsófia 5 éves korában kezdett el sportolni. Úszóként kezdte pályafutását, azonban 2003-ban kipróbálta magát az öttusában is. Hosszú ideig a vízes sportot és az öttusát párhuzamosan végezte. Úszóként nyitottam meg életem pályafutását, persze nem az én döntésem alapján. Azért szülői ráhatás kellett elég erősen. Én egy hiperaktív gyerek voltam. Talán sokáig próbáltam ezt bújtatni, de azért, hogy mondjam, mai napig a szabad gyökeim azért még mindig néha lekötetlenek, és akkor muszáj valamelyen sportot, vagy valami elfoglaltságot láztanak. De természetesen így azt mondom, hogy ebbe születni kell, úgyhogy utólagosan is azért mégis hálás vagyok a szüleimnek, hogy ezt a részt, ha nem is mondanám egy erős fogalmat, de rám erőszakolták, és ez így visszavezethető 4-5 éves koromra, amikor úgymond már elindult a ódába az úszás oktatás, és onnantól kezdve én ott úgymond kinőttem ezt a csoportot. Kisebb, nagyobb nehézségek gyanán, de hát ilyen 6-szor is ételtem a kis csoportot, azt hiszem. Tehát, hogy így nehezen indult ez a pályafutás is, de úgy érzem, hogy egész szépen kihoztam belőle a maximumot, olyan szinten, hogy azért az úszó világban is azért elég szépen benne voltam, akár nyakig, és tényleg azt tudom mondani, hogy nagyon sok szép emlékem, meg évek maradtak meg ebből a sportágból, majd egy nemesebb esemény után, azért 2010-ben 17 évesen meghoztam egy olyan, talán életem egyik legjobb döntése volt a mostani életemre rátekintve, hogy borzalmasan nagy víjulás volt bennem, hiszen már előtte ugye 2-3 éve már párhuzamosan végeztem a sportágot, a mostani öttusát és az úszást, ami azért egy ideig nem üti egymást ugye a fizikai számok miatt, és abból magasabb szinten azért az öttusában egy lövészettel kiegészülve már Európa, akár világ szinten is már meg lehetett mérettetni magad. Az úszásban még nem értük el ezt a pontot akkoriban, sőt akkor szerintem a rendszer kicsit máshogy formálta meg nekünk a versenynaptárunkat, és sajnos azt mondom, hogy későn indul be nálunk ez a világkupa versenyzés, és Európa események így az úszósportágban. Talán ez a Katinkával párhuzamosan született meg itthon, ez most már így rendszeressé vált. Én sajnos akkor még kimaradtam ebből, de azt tudom mondani, és azt mondom, hogy azért egy kicsit büszke vagyok, hogy azok az emberek, akik most is ott világszínvonalon akár felül teljesítenek, én velük együtt küzdöttem úgymond ebbe a közegbe, és a mai napig ápoljuk ezt a baráti jó viszonyt. Az öttusázó Földházi Zsófia kvótát szerzett a 2010-ben első alkalommal sorra kerülő ifjúsági olimpiai játékokra. A Népligeti Európai Kvalifikációs Versenyen ifjúsági bajnoki címet nyert sportoló, aki a lövészettel kombinált futásban legyőzte az ukrán ellenfelét, így nyerte meg a viadalt. De tényleg 2010-ben az első ifjúsági olimpián én megszültem ezt a döntést, és úgy érzem, hogy innentől kezdve azt tudom mondani, hogy öttusa, és az öttusába kezdtem el kimondani szárnyaimat. Viszonylag gyorsan, felzárkozottan érkezett meg ez a lépésről-lépésre haladás, hiszen egyrészt én is elélveztem, mert talán így a maximalizmusom hatványozottan megjelent, főleg öt sportágra kellett olyan szintet teljesítően, amit még én nekem is újra kell tanulni, tehát én eleinte nagyon sok sérüléssel küzdöttem emiatt, tehát nagyon nehéz volt az első 2-3 évem, de 13-ban meg már felnőtt Európa bajnoknak mondtam magam, tehát több korosztályt így szó szerint átugrottam,
és nagyon-nagyon kuszon éveim voltak ez idő alatt, de ez most már mind szép és jó. Hát az idő megszépít ugye mindent, mondják az jó emberek. A mai viszonylatban meg már úgy érzem, hogy tényleg azért el tudom mondani, hogy egy 2016-os olimpián én is kim voltam, meg beköszöntem. Úgyhogy nagyon érdekes nekem a mostani szituáció is, hogy életemben először gondolkozom olimpiai tálatokban. Azért még azt mondom, hogy a Rio előtt 2 évvel volt egy nagyon komoly keresztszakszakadásom, egy térműtétem, amikor azt hittem, hogy ilyen kisebb fajta hitvesztés végig ment bennem. Akkor ugye el kellett gondolkodnom, hogy mennyire szeretnék úgymond a sportoló részemnek, vagy a sportágamnak élni, hiszen azért ez nem egészséges, hogyha szó szerint megszakadt az ember, és szó szerint megszakadtam egy világbajnokságon. De utána úgy érzem, hogy egy akkora nem is nyomást, hogy annyira át tudtam értékelni a dolgokat, amik velem történnek. Próbálok a két földön állni, hogy igenis ez van. Tehát, hogy itt aki azt mondja kiskorában, hogy olimpiai bajnok leszek, az még úgy nagyon a levegőbe beszél. Úgyhogy nagyon nehéz szerintem azt realizálni ilyen sportolóként, amikor egyre közelebb kerül ehhez a célhoz, hogy egy olimpián részt vehessen, vagy esetleg olyan esélyekkel álljon oda, hogy tudja, hogy mit tett bele, és tudja, hogy mit jelent ez a fogalom. Azért ott át kell gondolni, hogy mit jelent ez az olimpiai bajnoki cím egyrészt. Másrészt meg még talán igen magyaroknak is nehéz ezt feldolgozni sokszor, hogy mit jelent ez, hogy olimpiai kvóta, vagy olimpián való részvétel. Úgyhogy ilyen borzalmasan büszkülök most már, így, hogy ott lehettem. Utólagosan már vele gondolva, hogy azért egy nagyon nagy, hát egy űr van bennem, konkrétan olyan hiányérzetem van. Így a lovas incidens által, de ez csak megerősített, hogy nekem nem szabad azt kimondani, hogy az első és az utolsó. Nekem volt egy másik ilyen nagy álmom, hogy egyről kettőre majd tovább tudok lépni a sportról, és talán ezt lehet, hogy korán mondtam ki. Egyértelműen úgy érzem, hogy egyrészt jól hoztam meg a döntést, hiszen évről évre tapasztalok, próbálok ehhez a profizmus fogalmához egy kicsit közelebb zárkózni, nagyon messziről indítottam. Talán még most is a saját szövetségemnek kell ezt így átgondolni, hogy mit jelent ez a fogalom, meg hogy kéne hozzáállni egy versenyhez. Én annak örülök, hogy van mellettem egy ilyen edzői gárda, vagy olyan edzőkkel dolgozhatom, akik nem csak azt, hogy átgondolják, hanem tényleg igyekeznek ennek eleget tenni, és arra az útra terelgetni, úgyhogy igazság szerint nagyon várom már, hogy elinduljon itt a komoly munka, ami azért tudni kell, hogy az jövőre nagyon közel van, ez most már élesbe fog menni. Az elmúlt 2 évben komoly tapasztalatokat szerzett a megmérettetéseken, és a felkészülése is igazán jól sikerült. Zsófia minden szabad percét a sportnak szenteli, folyamatosan arra törekszik, hogy ő legyen a legjobb az öttusában. Ez a sportág az összetettsége miatt nagy koncentrációs és szervező képességet igényel, ami a kiváló eredmények szerint a versenyzőnek nagyon jól megy. Mint minden sportolónak, így Földházi Zsófiának is egy nagy álma van a pályafutásában, méghozzá az, hogy megszerezze a kvalifikációt a következő olimpiai játékokra Tokióba. Ez az elmúlt 2 év, ez egy nagyon-nagyon komoly tapasztalat volt így a olimpia után is. Talán most érzem először, hogy mit jelent felkészülni egy igazi olimpiára, hiszen Rio előtt emlékszem, hogy 2-3 évvel még azt sem tudtam, hogy egy felnőtt csapat leszek, felnőtt kerettag leszek. Úgyhogy talán azt mondom, hogy az elmúlt, főleg, hogy most vagy 8 éves évfordulunk így az ifjúsági olimpiával, és tényleg sok ember még a csapatból úgymond tartjuk a kapcsolatot, viszont az egyharmada maradt meg abba a világszínvonalon, vagy ha nem magasabb szinten. De borzalmas a jó érzés, hogy úgymond sokan vagyunk, és sokan más sportágból ugyanúgy ezeket az álmokat még üldözzük. Azért ezt nem mondtad el, hogy miért pont az öttusa, tehát azért úszás és gyorsan öttusa, hát azért ez így egy nagy váltás, mert itt azért 5 sportágban. Igen, tehát így lehet ezt így átugrani, de sokan ugye igen, ki lehet szépen bontani.
az szerintem egy külön fejezetet kínálni erről, hogy hogy állsz az öttussal. Hát természetesen azért nem egyből a kisgyereket rengetetek a lóra, aztán rácsapnak a lóra, hogy olé. De igen, pont azért mondom, hogy az öttusának van szerintem egy annyira pozitív kifolyás vagy kifutási ideje, hogy azért a gyerek úgy azt mondom, hogy el tudja sajátítani magának ezt a sportágat, tudja beleélni, akár annyira össze lehetne építeni ezeket a sportágakat, hogy ebben ne legyen ilyen jelenleg is érülős, mint én, mert ugye engem majdnem bedobtak a mélyvízbe, aztán próbálják átúszni a túloldalra, tehát azért ez nem így megy, mint az úszásnál. De igen, fizikai számokkal kezdik a kisgyerekek, úgymond az öttusás kisgyerekek ezt a sportágat, és ez a két fizikai szám, ugye nem nevezzük, úszás és a futásból lesz kiegészítve egy lövészettel, és ez a három tusának nevezett részünk, ez már Európa világszínvonalon is rendeznek versenykénket, és utána ezek a részek úgymond még jobban kiegészülnek majd egy vívással, és a vívás már egy ifjúsági kategóriának számít nálunk, ami nálunk ezzel kiegészülve volt a ugye ifjúsági olimpián, tehát ez lovaglás nélkül úgymond öttusami, és ez az ifjúsági kategória 2-3 éve elteltével indul be majd a junior, ami a junior azt mondom, hogy még le van így egy kicsit szelektálva a felnőttről, de már tényleg öttusásnak mondja ott a kisgyerek magát. Emlékszem, hogy 16-15 éves amikor már az úszásnál ugye felnőtt válogatott voltam, akkor már szó szerint úgymond a nyakig benne voltam a sportágban, meg az életben, és már várták az eredményt, tehát ugye nem hiába lehet a nagy öreg úszókat is hallani, tehát ugye az Egérke meg a társai, hogy azért már 15 évesen bőven benne vannak, és ezt most így belegondolva, hogy 15 évesen nekem ott az olimpiai lehetőség, hát én még akkor azt mondom, hogy nagyon nevetek a világra és mosolygok, de az úszásnál meg így van fizikálisan az ember, úgy tűnik, hogy top formában. Utána meg hát ugye ki hogyan bírja szerintem már. Nekem ugye ott jött be a nagy váltás, tehát én tényleg 17 évesen úgymond kiszálltam ebből a medencéből, és átnyargoltam egy öttusa részre. A Mexikó városi öttusa világbajnokság női versenyében aranyérmet nyert a földházi Zsófia, Kovács Sarolta és Alexejev Tamara összeállítású csapat. A fiatal tehetség egyéniben is kimagaslóan szerepelt, hiszen az előkelő negyedik helyen végzett. A sportért hozott sok áldozat nála már meghozta gyümölcsét, hiszen az elmúlt években szép érmekkel és eredményekkel térhetett haza a világversenyekről. Egy borzalmasan nagy koordináció kell hozzá, tehát nem csak mozgási koordináció, de tényleg néha szoktam mondani, hogy nagyon katonás vagyok emiatt. Talán túl hamar kell felnőni a feladathoz egy öttusásnak, hogy tudja, hogy mit, miért, hogyan, hány lépés előre vagy hátra. Borzalmasan sok a túlterelésünk, nem hiába szerintem. Öt sportág olyan alapfejlettséget, alapkiképzést kapni, amit aztán össze kell hangolni egy napra, az majdnem egy művészi szintű dolog, és egyrészt én azt hittem egy ideig, hogy erre képes vagyok, nagyon sokáig bajlódtam ezzel, hiszen még azért kuszaság jellemzi sajnos a rendszert, és nekem sikerült sokan emiatt még nagyon, hogy mondjam, egy ilyen kisebb fajta külsős résznek tekinteni így a sportágon belül is, hiába igyekszek olyan embert találni, aki ezt tudja koordinálni. Én ezt most így 3 év alatt felismertem, hogy itt van láttam, de csak ott szemmel jártam, és most már ragaszkodom hozzá ehhez az edzőhöz. Ő nagyon-nagyon jól össze tudja tenni, tehát én azt mondom, hogy itt a legutóbbi világbajnokság az nem hiába sikerült, úgy nem hiába lettem a legjobb magyar, és majdnem tényleg felértem a dobóra. Nagyon a rendszeren kívülieknek számítunk, amit itt Magyarország elfogad, vagy ez magyar öttusa elfogad. Én nagyon bízom benne, hogy mivel még mindig sajnos egy egyéni sportágról beszélünk, nagyon szépen csillog ez a harmadik világbajnoki aranyunk kis csapatban, de hát ezt a öreg motorosok és aki szakma veli, az sajnos tudja, hogy max 3-ba ütögetettem magam is. Gratuláltok magamnak, hogy ez nagyon szép volt, de sok eredménye nincsen egy olimpiai szinten, hiszen egyénibe kell gondolkodni.
De egyébként tényleg az egyik legrégebbi sportágat űzöm, ami szerintem az egyik legösszetettebb is. A legjobban mutatja meg szerintem, hogy kell felépíteni egy sportolói alkatot, hogy lehet megmunkálni egy sportágra egy testet, és egyébként is a legnagyobb játéktere van ezért ilyen téren, ami sportágúnak egyéne szabva, hiszen nem majdnem az stopperórával kell versenyeznem, hanem önmagammal. És ha önmagadat tudod legyőzni egy nap alatt, akkor akasztják, vagy akkor mondják, hogy a perzsőt a végén. Igazság szerint én itt arra gondolok, hogy maga az a reflektorfény, ahonnan kikerültünk, egyrészt valamilyen szinten ennek a olimpiai, hát ugye itt lefeleztek minket, tehát ugye nincsen csapat részünk már, pont azért mondom, hogy nagyon egyénire ment a sportág, meg az öttusa. Ez, hogy ennyire egy élemért küzdünk, így már nem annyira mérvadó, hogy az öttusa sajnos mit tud hozzátenni ugye az érmek számához egy olimpia alatt, mi is azért ebben mérnek minket, ami egy kicsit nagyon nehéz így elnyomott részben. Közben az egyik kiemelt sportág vagyunk, ugye ezt nem szabad elfejteni. Én bízom benne, hogy az az előny, hogy nekünk minden évben van egy Európa-bajnokság és egy világbajnokság, és szerintem azért az elmúlt időszakban folyamatosan szállítjuk az érmeket, így az a reflektorfény az újra vissza fog ránk kerülni, és újra látni fogják, hogy egy olyan tradicionális sportot űzünk, és van nekünk, ami nagyon ritka, és őrizni kéne szerintem ezeket a hagyományokat. Földházi Zsófia teljes erőbedobással készül a 2020-as tokiói olimpiára, hiszen ezzel egyik nagy álma válhat valóra. Addig is folyamatosan edz és készül a kvalifikációs versenyekre, amelyek biztosítják az olimpiai játékokon való szereplését. Én szeretnék tényleg Tokióra nyugodtan készülni, és úgy érzem, hogy ez az utóbbi pár versenyem az szépen megalapozza, hogy várom, hogy felkészülhessek nyugodtan, és minden lehetőség ugye adott és lehet csinálni, úgyhogy én borzalmasan ilyen téren várom, hogy jövőre, ráadásul mi rendezzük a világbajnokságot, ami egy nagyon nagy dolog, főleg egy kvalifikációs szezonban, első kvóták osztása ugye, úgyhogy másrészt meg mi rendezzük általában mindig a legjobb világkupákat is, ugye minden évben rendezünk egyet. Ennek függvényében tényleg azt mondom, hogy nagyon remélem, hogy sok embert egyrészt ki fog látogatni, meg felkeltettük az érdeklődést, hogy van egy ilyen lehetőség, ilyen nagy esemény Magyarországon, Budapesten, és tényleg nincs is jobb a hazai közönség előtt nyerni. Úgy érzem, hogy amennyi munkát én beleteszek, azt mondom, hogy ezért a 10 másodpercét minden megérített, amikor ott áll az ember a dobó tetén. Sajnos tudom, hogy ez a 10 másodperc, amikor beérek a célszalagon, vagy úgymond a célban, akkor tudom realizálni, hogy úristen, sikerült. És ez így egyébként meg tovább szállt. Olyan jó érzés, hogy 10 másodpercet levetkőzöm, és utána már így tudom, hogy készülni kell következő szezon. Tehát én nekem ilyen téren ez még kicsit tanulnom kell, hogyha nincs következő feladat, akkor egy picit pihenjek, és akkor utána újra lehet megfeszülni. Tehát ez egy ilyen nagyon szép dolog, amikor azt mondja valaki, hogy aki nem tud ellazulni, az megfeszülni se. Úgyhogy nekem még talán ez a legnagyobb harcom az életben, hogy ne csak mindig a maxot próbáljam kihozni a dolgokban, hanem néha tudja, hogy picit hibázni is. Akkor ez a 10 másodperc, ez mit jelent neked? Így az a 10 másodperc, amikor tényleg realizálódik az, hogy hú, most tényleg én voltam a legjobb. Hát én legszörsebben minden emberen végigmennék, és nagyon puszilgatnám, meg olálném, amikor aki segítettek ebben, mert borzalmasan nehéz a felkészülésen, nagyon kevés a támogató, ugye szponzorokkal sem küzdünk, akkor itt a költségvetés, ugye megint egy másik dolog, borzalmasan nehéz ez a része is, és aki egy kicsit is hozzá tud tenni, az már egy olyan nagy mérföldkő életemben, hogy lehet, nem kell amiatt gyűrűznöm, vagy úgymond fölöslegesen kurásznom dolgokat. Mindenkinek van egy lehetőség az életben, vagy egy tehetsége, az nekem úgy érzem, hogy van egy ilyen
dolog, ez most nehezült nem én az öttusom, hogy hát úgymond a sport, én ebből szeretném a legtöbbet és a legboldogabban megélni, kihozni. Az, hogy ez mögöttem egy országot képviselek, az egy olyan dolog, amit csak azt tudhat, aki egyáltalán volt ilyen helyzetben, nem feltétlenül kell élsportolat menni, de volt már ilyen helyzetben egy csoportot, vagy valaki mást kellett képviselni, azért az mindig nehezebb, és mindig egy kicsit nyomással nyomja azért a vállát, de ez a legszebb dolog, hogy azért ad egy olyan gerincet az életbe, ami azt mondom, hogy ez mindig kifizetődik, hogy én ezt valaha beleteszem, vagy pontosan napi szinten csinálom.